Na várjál. Megint csak itt van. Menjünk először. Megnevedetten ugtad. Ne. Ah! Kellett volna! Megyünk. Sziasztok! Én Ricsi vagyok, és a mai raftos videóban elérkeztünk a Chapter 1 befejező részéhez, a Balboa Islandhez. A Balboa Island egy nem kicsi sziget, ami vadrezervátumként működik, mondjuk így. Rengeteg macival fogunk találkozni, amiket közelebbről is meg fogunk vizsgálni. Mivel a szigethez a Vazegatán hajó felfedezése után érkeztünk, már nagyon későre járt, ezért úgy döntöttünk, hogy a szigetet csak másnap fogjuk felfedezni és bejárni. Ekkor viszont elkövettem egy hibát, ugyanis a felvételt elfelejtettem elindítani, és ezt csak akkor vettem észre, amikor a Ranger Stationnél, illetve az első Relay Stationnél jártunk. Ez nagyjából egy 10-15 perces történet, csak annyi történt, hogy átkeltünk az Acid Poolon, ami egy savas medence, itt sajnos Robi meg is halt, illetve ugye az első item felvételek, blueprintek nincsenek megörökítve. Henry suggested that I start writing things down after Astrid disappeared, so that I'm not feeling so lonely anymore. Jó, most ami fullos volt cuccom, az most így fejlik oda. A kajával együtt is itt. A szigeten három Relay Station található, és mindegyiknél van egy kapcsolószekrény, amit fel kell kapcsolni, hogy megtudjuk a következő helyszínt, a Caravan Islandnak a koordinátáját, ami már a Chapter 2-höz fog tartozni. Ranger Stationnél találhatjuk meg a Biofuel Refinernek a blueprintjét, ami arra jó, hogy mézet és nyers élelmiszert töltsünk bele, így bioüzemanyagot tudunk előállítani, amely motorhoz és az akkumulátor töltő működéséhez lehet használni. A Ranger Stationnél találhatunk egy lootboxot tele étellel, kint a verandán egy bábút, aminek a fejét, egy lightbulbot meg kell találni majd a szigeten, illetve belül találhatunk a falon egy táblát, ahova szerszámok vannak felakasztva, viszont néhány szerszám hiányzik, ezeket meg kell találnunk a szigeten. Szigeten egyébként össze-vissza találhatunk berries bokrokat, amit össze kell gyűjteni, ugyanis ezzel fogjuk majd a fő ellenséget, a mama macit megetetni. A szigeten egyébként lehet még fákat is kivágni, nyírfát és fenyőfát, persze nem mindegyiket. És ha már Biofuel Refinerbe mézet kell tennünk, a szigeten találhatunk méheket is, amiket hálóval tudunk majd elkapni, illetve ha alaposan körbenézünk, akkor honeycombot is, tehát mézet is találhatunk. Ez pedig azért szükséges, hogy mékast tudjunk kraftolni a hajón. Az.
Hülye vagy! Majdnem rám basztad! Robi géniusz. Robi egy géniusz. Erre nem is gondolom. A húka. Igen, az előbb meglőttem íjjal, nem adta rá, de megpróbálom húkkal. Itt egy köcsökök, mi? Nem is van. Ahogy az előbb láthattátok, tehát a hídnek a lenyitásához húkkal kell eltalálnotok a kart, és ezután tudtok csak átkelni ehhez a Relay Stationhoz, ahol a kettő nótot, Bruno-nak a kalapácsát és a Fuel Pipe-nak a blueprintjét is megtalálhatjátok. A szigetet érdemes nagyon figyelmesen és nagyon alaposan átvizsgálni, nem rohanva, ugyanis így random az erdő közepén találhatod egy szekrényt, amiben Bruno-nak a fűrészét is megtaláljátok. De vigyázzatok, mert elég sok macival fogtok összetni. És igen, a bug az erre a játékos vonatkozó. Egy kaput. Igen. Kaptad, de durván. Durván is kaptad tőle. Aztán most durván fog mást is kapni. Beri. Hát, jó kiske. Nem rossz volt, de ez nem megy az inventory-ba. Hát ezt mondtam. Ha, hülye, ez itt van. De tényleg. Gomba. Jó, ásót hoztatok? Igen. Hogy mi? Áron, te merre vagy? Megindultam fölfele. Jól itt vagyok a medve mocikban. Hát nem most te. Merre ment? Hát ahol a macival megküzdöttünk. Gyere! Ez nem a medve barlangja, de az kicsi. És aztán... Hát csak bejöttem. Mert kisebb volt a bejárat. Ennyi? Zsák utca, egy kör. Ugyan alaposan utána olvastunk a szigetnek, de azt nem gondoltuk, hogy a mama maci azt kb. Kétszer akkora, mint a rendes maci, és azt sem tudtuk, hogy a Barry-ket konkrétan neki kell összegyűjteni, és hogyha beletöltjük ebbe a kis ládába, akkor Mama Maci azt fogja inni. Ebédidő van? Vagy vacsora? És mi leszünk a desszertek? Mielőtt visszatértünk volna a halálunk helyszínére, alaposabban utána olvastunk ennek a Mama Macinak, ahol találtunk olyan fontos adatokat, hogy normál szinten sima Wooden Spear-rel 150-szer kellene megbökni. Úgyhogy mi inkább választottunk egy távolsági fegyvert, találtunk is YouTube-on róla egy videót, ahol biztos távolságból lövöldözgették, Stone Arrow-ból 75-ször, Metal Arrow-ból pedig 50-szer kell eltalálni, hogy kimúljon a drága. Hozzá kell tennem, elég könnyű ellenfél volt így, hogy közben ette a Barry-ket, és igazából nem is foglalkozott velük. Hát figyelj. Nem, az a többi nem lényeg.
volt, hogy egy jó sok idő, amit tettem. Az achievementet. Én nem. Meggondolom, találtad. Hát eltaláltad az neked. Ha sikerült likvidálnunk a mamamacit, akkor megkapjuk a hozzájáró achievementet, illetve a barlangjában megtalálhatjuk a macsétének a blueprintjét, illetve egy macsétét is kapunk a játéktól. Szerintem figyeljetek a medvén. Várjál, mert így sem maradt. Kivágtam egy fa. Értem. Lemaradt a bozót írtásról. Gemba. Még több gemba. Lehet ásni rizsike. Nem erre van nálad máson. Nálam nincs. Jó. Nálam így. Feltört. Itt egy nót. Van nálunk metálingó? Van egy. Csak egy. Miért? Mert kéne kraftolom. Hogyha adsz 6 plankát, én lekraftolom. Hát nem, nem bírok visszamenni. Mi a fasz? Nem enged vissza a játék. Hát jó volt. Engem beengedett. Ja. Vétél. Jaj, pacsolek. Elakadtál a izébe, a fődbe. Hogy nem tudom. Robit, fölmentél? Aha. Hey. Ahogy sikerült a macséti segítségével átjutnunk ezen a kis alagút rendszeren, eljutunk az utolsó Relay Stationhöz, ahol megtalálhatjuk az utolsó nottokat, Bruno-nak a Wrench-ét, egy blueprintet a fuel tankhoz, és egy új karaktert, Johnny-t. Nem tudom. Kicsi mennyi kontentet. A izé lesz az, a méreggáz szerintem. Olyan, hogy itt egy ember. Vagy playable karakter, szia! Na? Na bejött. Basszó vagy. Talk to Johnny. Buddy! Igen, van hely, nagyon sok hely. Akad. Gyere már föl a tetőre. 71-80, ez a következő lokáció. Gyere, Csüny. Gyere föl a tetőre. Van lesz neked. Az lesz a Caravan Town. Hol? Itt oldalt, baszki. Jö. Ó, hagyjad. Hát csak fogjuk ma szétnézni. Van egy 80 a kövi hely. Buddy. Ja, az a karaván, zé. Nem vagy se volt, nem lehet elhallgatott. Az előbb eltudtam, de... Tarkor ő... Ne bántsad. Johnny-t.
Ennyi. Nem ért ki a lapokon. Na jó, akkor most van az a pont, hogy... Nézzek ennyi. Mit? Nincs meg minden. Azért nem vittük még vissza. Cuccokat. Cuccokat oda a szarba, ja, azt mondom. Meg lenne hozzá minden. Az eszközök meg lennének. Fejlámpája, azt nem tudom, hogy ennek csak a meg. Nos, igen. A történetnek itt még nincs vége, ugyanis az összes szerszámot, illetve hát a bármának a fejét, a light bulbot vissza kell vinni a Ranger Stationhez. Igen ám, de mi nem találtuk meg a light bulbot. Itt, Ali. Remélem, hogy mindenkinek át kell menni. Szerintem is. Adja vagy valami. Most miután utána olvastunk, kiderült, hogy a maci parlang felett mellett található néhány nóttal ez a light bulb, úgyhogy ezt meg is néztük Áronnal, illetve le is szállítottuk, amiért pedig le is kaptuk az achievementet. Thank you.
megérted a csimmentet. Nagyon jó. Remélem, hogy mindenkinek tetszett ez a kis videó, és segítségetekre lesz mindenféleképpen, hogy mit, merre, hogyan találjatok meg. Igyekeztem mindent jól összeszedni, remélem sikerült. Ha tetszett a videó, légy szíves, dobj egy lájkot, ha esetleg nem szeretnéd lemaradni a következő videókról, a következő történésekről, akkor pedig iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, Ricsi voltam. Sziasztok!